Sziasztok, Balázs Attól vagyok. Ezzel a kis videóval egy kis segítséget szeretnék nyújtani nektek. Bizonyára mindenkinek van otthon ilyen-olyan kése, és annál idegesítőbb nincs, mikor az nem vág. Tehát gyorsan ezzel a videóval szeretném ezt demonstrálni. Közönséges kaszakő, finom, 250 forint a gazdaboltokban, mezőgazdasági boltokban, nem egy nagy beruházás. Tehát, technika. Nagyon fontos, hogy hogyan tartjuk a kaszakövet. Az élezési sík fölé ne menjen a hüvelykujjunk, meg itt a tartó középső ujjunk, mert élezés közben megvágjuk, és ugye azt tudjuk, hogy nem jó. Tehát, 15 fokba ráfektetjük a kaszakőre a pengét, és elkezdjük dörzsölni azon. Ez percekig is eltarthat, nyilván én most ezt csak gyorsan mutatom be, hogy hogy kell, mert nem akarok untatni senkit. Az élsorja megjelenik a túloldalon, fény alatt lehet ezt látni, letöröljük papírzsebkendővel, megnézzük, fény alatt lehet látni. Akkor valószínűleg már félúton vagyunk a sikerhez. A másik oldalon is 15 fokot igyekezve tartani, megpróbáljuk lehetőség szerint érezni a pengénket. Ami kiemelnék az az, hogy nagyon rossz állapotú késeknél ez a technika nem elég, tehát akkor valószínűleg egy gépi beavatkozással kell előtte megcsinálni az élszöget. Ez akkor tudjuk megcsinálni, ha a késünk azért bizonyos karbantartást kapott már, és folyamatosan használva van, és azért valamilyen szinten élezve. A következő lépés, a kövön 15 fokot tartva, éllel szemben élezzük a pengét. Természetesen ez a penge már éles volt, csak a videó kedvéért őt választottam ki, meg ő volt itt lenne a műhelyben. Jó. Az utolsó fázis a bőrrel való elhúzás, mikrosorják eltüntetése az élről. Ez éllel elfelé, tehát nem szembe, ugyanúgy igyekezve tartani a 15 fokos dőlésszöget. Jó, és akkor egy papíron meg tudjuk nézni, hogy mit csináltunk. Valószínűleg nem lett rossz. Ennyit szerettem volna segítségképpen. Egyébként gyorsan elmondanám, hogy egy ilyen bőrt az ilyen késeseknél elég borzsos áron lehet beszerezni. Javaslom, hogy mindenki készítsen magának egyet. Ez egy falap, markolat, formára van reszelve, akár ráspolyjal, akár szalagcsiszolóval, vagy ilyesmivel. És amit ráragasztunk, az nem más, mint egy közönséges bőröv, amit egy turkálóba akár, vagy egy piacon meg lehet szerezni 200-300 forintért. Levágunk belőle egy darabot, két komponensű ragasztóval bekenjük a másik felét, és ráragasztjuk a fára. És nyomás alatt egy napig hagyjuk, hogy hadd kössön a ragasztó, és készen is van az élező bőr. Remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a videóval. Sikeres élezést kívánok, és hogyha jó éles kések vannak a háztartásban, sose rossz. Köszi, hogy megnézted a videót. Sziasztok!